Köszöntöm Önöket, a Kaleidoszkópot látják. 20 éve rendezik meg Magyarországon a múzeumok éjszakáját. Rákos Mente idén is csatlakozott az országos kulturális programhoz. Mai adásunkban három kerületi helyszínre látogatunk el, ahol a szervezők színes programokkal várták az érdeklődőket. Tartsanak velünk az Erdős Rönéházba, a Rákoshegyi Bartók Zeneházba és a Csekovszki Gyűjtemény Kiállítóházába. Rákos Mente idén is csatlakozott az immár 20. alkalommal megrendezett múzeumok éjszakája eseményfolyamhoz, melynek keretében a kultúra kedvelői, országszerte mintegy 400 intézmény, közel 2000 programja közül választhattak június 25-én. A 17. kerületben három intézmény fogadta aznap az érdeklődőket, köztük az Erdős Rönéház múzeális gyűjtemény és kiállítóterem, ahol a rendezvény egy kiállítással vette kezdetét. Annadártól az Experimentális Fényképészetik című tárlatot Húpján Attila fotóművész, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesület fotóművészeti tagozatának elnöke nyitotta meg. Experimentális fotográfiáról beszélgetünk a kiállítás kapcsán, magyarán kísérleti fotográfiáról, amelyik a klasszikus nadarhoz kapcsolódó portréktől jut el a mag kísérletezéséhez, de valójában minden korban tetten érhető volt a kísérletező szellem. Azok az alkotók tudtak kiemelkedni az adott korszakokból, akik valami újat, szokatlant, eddig nem látott módon kezdtek el láttatni. A testet, mint Nadár, Balla Demeter, Marácz István, Terek Balázs, Kerekes Gábor vagy Tóth György. Többek között őket is láthatjuk. A munkát, amit Frank Aljona vagy Benkő Imre mutat meg, a tereket vagy az épített környezetet, szeressük jobban, amiket az idősebb Hervé, vagy az ifjabb, vagy akár Jederán György, Mauer Dóra és a többi művész munkáján keresztül nézünk? Nem kell választanunk. Ahogy az alkotóktól időben és térben ide-oda cikázunk, szinte észrevétlenül rabul bennünket egyfajta konstruktivista irány, akár Ficek Ferenc, Herendi Péter munkáinál, akár Sebestyén Márta mobiltelefonnal készült képeinél állunk meg. Mindig lesznek új, vagy újra felfedezett irányok, stílusok, divatos, vagy nagyon elvont irányzatok, nem csak a fotográfiában, általában a művészetben. A felkapott, vagy épp majdnem feledésbe merülő alkotók. Egy gyűjtemény többek között kísérlet a végtelen meghaladására. Legyőzni az időt, ha csak időszakosan is. Micsoda rettenetes, reménytelennek látszó feladat, mondaná Tandori Dezső. Az itt bemutatott képek jelentős része vintage kópia, ami általában a legértékesebb. Ebbe a kategóriába azok a fotográfiák tartoznak, amelyek eredeti nagyítása a művész felügyeletével, a kép felvételét követő meghatározott időintervallumon belül készült, általában a felvétel évében. Ellentétben a mai kor divatos nagyméretű nyomataival kisebb, ha úgy tetszik, emberközelibbek a felvételek, amelyekhez közelebb kell lépnünk, és apránként felfedezni bennük a finomságokat. A bemutatott anyag egy válogatása a Szőlősi Nagynemes gyűjteményből. A közönség elé tárt fotók két szintet betöltően kaptak helyet a kiállítóteremben. Mint azt Szőlősi Nagy András elmondta, a kiállítás tematikája három egymástól nem független területre oszlik, ezek a test, a munka és az épített környezet. A kiállítás úgy jött létre, egy pár hónap ezelőtt, amikor megkértek minket, hogy a fotógyűjteményben egy részt mutassuk be. Ugye a mi gyűjteményünknek a fő része az képzőművészet, szobrászat, festészet, grafika. De ehhez csatlakozott az elmúlt 30 évben a fotógyűjtés, amelyet klasszikus fotókkal indult, méghozzá azokról a művészekről szerettünk volna portréket, akiktől vannak munkáink. Na most a Lucien Hervétől, akkor mi Párizsban laktunk, kaptunk egy Matisse-t ábrázoló fotót. Hát sajnos Matisse képünk nem volt, úgyhogy így aztán ki kellett terjeszteni az egészet. A mostani kiállításnak a koncepció az volt, akiben három terület köré csoportosul. A test, a munka
és a habitat, a lakóhely, ahol az emberek laknak. Van a természetes habitat, meg van az épített, tehát az épített habitatról szól. De ami az egészen átvonul, az maga az ember. És hát ez egy ugye nagyon apró kis tárlat, de mindazonáltal szerettük volna az egész evolúcióját megmutatni a fotográfiának. Úgyhogy voltak éppen, amivel kezdődik, az egy francia fotográfus Nadar, aki a múlt század végén, már a 19. század végén dolgozott. Az ő fotóival indítunk, és a vége, pedig a kísérleti fotográfia, az experimentális fotográfia, hogy milyen út vezetett az analóg technológiáktól a digitális technológiákig. Párizsba kezdtünk már inkább gyűjteni fotót meg mindenképpen. Akkor tulajdonképpen először kezdtünk fotót gyűjteni, mint képzőművészetet. De hát ugye nálunk a fotó is, és Franciaországban pláne ugye nagyon, nagyon erőteljesen és sok gyűjtője van a fotónak, mert ott Párizsban nagyon hamar kiderült, hogy mindenkinek van valami magyar ismerőse, az egyiknek a fogorvosa, a másiknak a szomszédja, és ott az egyik magyar származású úr mondta, hogy most lesz egy árverés Párizsban, fotoárverés, és elég sok olyan fotó lesz ott, aminek magyar a alkotója. És hát persze elmentünk, és vettünk egy jó pár nagyon szép régi hevesi fotót, meg sugárkatát, tehát ezek a tulajdonképpen a szociófotó kategóriájába. És amikor már vettünk, és ugye még abszolút nem voltunk benne, hogy most mennyi pénzt lehet egyáltalán fotóra kiadni, pláne, hogy egymás után vesszük őket. És ott volt egy fotó, amire az volt írva, hogy fiatal ember arcképe. És mondtuk, na nem, azt most már nem veszük meg. Azóta is sajnálom, tehát a Reizmannnak a fotója volt a fiatal Bartók Béláról. Ő nekik fiatalember volt, mi tudtuk, hogy Bartók Béla, de valahogy jaj, nem, hát nem veszük meg, soha többet nem került elénk. Úgyhogy sajnos ilyen előfordul, az ember valamit elmulaszt és valamit nem vesz meg. Nálunk majdhogy nem folyamatos, hogy képzőművészet és fotó is kerül a gyűjteménybe. Mi, amikor ugye elkezdtünk vásárolni, meg kaptunk műtárgyakat, nem is gondoltunk arra, hogy ez most úgymond ez egy gyűjtemény lesz, vagy egy kollekció lesz. Amikor a 90-es években Párizsban az egyik művész ismerősünk elküldött hozzánk egy angéi úriembert, aki akart nekünk szervezni a gyűjteményünknek egy kiállítást, azt mondta, hogy hát az önök kollekcióját meg akarja mutatni a francia közönségnek. És ő volt az első, aki azt mondta, hogy ez egy gyűjtemény, és utána mi is már így néztünk rá, hogy egy gyűjtemény, bár akkor nagyon csodálkoztunk, hogy mit akar megmutatni. Viszont ez egy nagyon érdekes olyan kiállítás volt, ugye Angé az ma már Veszprémnek a testvérvárosa, egyébként is van a történelmileg és csomó kapcsolódás, és ez a francia úriember azt mondta, hogy ő azt akarja megmutatni ezzel a gyűjteményes kiállítással, ahol egyébként magyar születésű magyar és franciaországi magyarok is voltak a kiállításon. Azt akarta megmutatni, hogy nem egy milliárdos közegből kikerült, hanem egy házaspár, egy művész és egy kvázi a fizetéséből élő úriember is tud egy kollekciót összeállítani, mert ugye annyi mindenre költünk pénzt, annyi mindenre nem feltétlenül kellene. Mi, amikor azt mondtuk, hogy most nem veszünk aranyköszöntyűt, hanem veszünk érte egy műtárgyat, és tulajdonképpen így kezd összeállni. Amint a házaspár utalt rá, a tárlat segítségével, egyebek mellett a fotográfia jelentőségére szeretnék rávezetni a látogatókat. A fotográfia egy nagyon fontos dolog. Nagyon kevés gyűjtője van. Általában a gyűjtők zöme az festészetet gyűjt, vagy grafikákat gyűjt, és a fotográfia egy elhanyagolt műfaj volt. Tehát szinte az, hogy ezt érdemes gyűjteni, nem csak hogy kordokumentumok, hanem főleg az esztétikai érték. Bár hozzáteszem tüstént, hogy a street fotográfiának egy jókora része is benne van a gyűjteményünkben, ahol hát zömében magyarok vannak. Tehát amennyire a nemzetközi a képzőművészeti rész, ez annyira magyar, de nem csak magyar-magyar, akik itt éltek Magyarországon, hanem kinti magyarok, főleg Franciaországban, akik voltak, tehát Brassai, Lucien Hervé, ezek nagy nevek,
akiket próbáltunk összegyűjteni, hogy aztán egy idő után hazahozzuk, és mikor 30 év után hazajöttünk Párizsba, akkor haza is hoztunk. Épp akartunk úgy felépíteni a kiállítást, hogy amikor a néző végigmegy, akkor legyen benne egy logika, amit nem akarunk a szájába rágni, de vegye észre, hogy mi és hogy változtak a dolgok, és hogy jutottunk el ide a végén a digitális technikákhoz. Ugye, ha erre ránéz, akkor azt mondja, hogy ez egy teljesen absztrakt dolog, Sebestyén Sára munkái. Jó, lehet, ezek egy garázs belső apró kis részletét mutatják. Tehát ez maga a valóság, ahogy a fotográfiára reflektál. Hát, hogy melyik a kedvenc munka, abban sok van. Nagyon szeretem Lisztián, szeretjük Lisztián Ervin munkáit, Brassai munkáit, akkor Len, ami a testtel foglalkozik, Somlósi Lajos, aki szintén egy Franciaországban élt magyar fotográfus. A magyar fotográfusok azok nagyon sokat tettek a 20. században a fotográfia történetére, és azért ez a hagyomány még most is folytatódik. Tulajdonképpen mindegyik kedvenc. Ez olyan, mint egy anyát megkérdeznek, hogy melyik a kedvenc gyereke. Titokban biztos, hogy van te kedvenc gyerek, de általában mindegyik az. Tehát talán ezért is van az, hogy soha nem adtunk el képet, maximum cserélünk, amivel esetleg kettő hasonló van, de így, hogy valamit talán az ember, hiszen itt ez a kiállítás is több csoportra van osztva, van az épített környezetünk, van maga az ember, van a munkával kapcsolatos felvételek, talán az ember, mert annak a sokrétűségét azt hiszem, hogy semmi nem tudja igazán közölni, mint a fotó. A jövőben milyen tárlatokban gondolkodnak még, milyen kiállításokat szeretnének megvalósítani? Hát most egy nagy tervünk van jövő évre, sőt ez a terv, ez nem csak a mi tervünk. Ugye 2023-ban Veszprém és Balaton régió lesz az EKF-nek a két nagy csomópontja, és Füreden két nagyon szép villát kapott meg a gyűjtemény, nem mi a gyűjtemény, hogy ott bemutassuk a műtárgyainkat, és annak egy része fotó lesz. Ennek a nagyon régi, tehát még az abszolút analóg fotó, meg az egész új, sőt a kísérleti fotó is, úgyhogy ez mindenképpen leköti minden energiánkat, és nagyon kíváncsi vagyok, és nagyon, nagyon izgató, hogy jövő év március 15-én megnyílik ez a két épület a gyűjteményünkkel. A Rákoshegyi Bartók Zeneház többek között a Denk Viktória, Árvai Dániel és Kollár Péter Erik előadásában elhangzó népszerű operett és musical dallamokkal várta a résztvevőket. Jutta egy picit meglepett minket, amikor felkért minket erre az estére. Ugye nekünk a fő profilunk az operett, de azt kérte, hogy legyenek musical dalok is, és akkor így lett egy ilyen vegyes válogatás népszerű musicalekből és hát operettekből. Régen volt, Istenem, milyen rég, hisz nem is emlékezhet rád, bennem mégis tisztán én, az a bájos ifjú.
Leginkább klasszikus műzikelekből válogattunk, úgy mint a Muzsika hangja, My Fair Lady, de magyar műzikelekből is, például a Valahol Európában, tehát olyanokat próbáltunk összeválogatni, amiket úgy ismernek, de mégis inkább egy kicsikét a klasszikusabb irányba mutatnak. A Monarchia Operett Társulat tagjai nem először lépnek fel Rákos mentén, és mint az Denk Viktória énekművész elmondta, bíznak benne, hogy a közönség ezúttal is a szívébe zárja az általuk képviselt műfajt. Nagyon reméljük, hogy a szívükbe zárják ismét az operettet. Már egyszer volt itt egy nagyon kellemes operett délutánunk, és azt láttuk, azt éreztük, hogy helye van itt is az operettnek. Bokor Jutta, az intézmény kuratóriumi elnöke rámutatott, a zeneház nem tartozik a múzeális létesítmények közé, azonban ennek ellenére is minden évben szívesen csatlakoznak a múzeumok éjszakájához. Évek óta benne vagyunk a Múzeumok Éjszakája programsorozatban, hogy pontosan hanyadik, nem tudom, mert amióta a Múzeumok Éjszakája létezik, szerintem azóta mi ezen részt veszünk. Ugye a Rákoshegyi Bartók Zenász Közalapítvány nem múzeum. Nagyon szeretném, hogyha majd mi is megkapnánk azt a kategóriát, hogy zeneterem, illetve zeneterem és kiállítóterem, hiszen nagyon értékes és nagyon jelentős műalkotásaink vannak, kortárs művészek. Alkotásaiból, ha csak a kerület nézzük, ugye Domonkos László, vagy Mecseki Hargita, de bizony Mészáros Mihály, vagy Szabó Iván Kopjafái, aki Mecseki Hargita tanára volt a Képzőművészeti Egyetemen. Tehát nagyon, igenis nagyon jelentősek az alkotások. Hargitának több domborműve, illetve szobra látható, és hát most kaptunk egy Ferenczy Béni Bartók portrét, egy Fillenc portré, tehát én úgy gondolom, hogy megillett most már bennünket a kiállító tér kategória is. Örömmel veszünk részt, hiszen ez egy országos rendezvénysorozat, és azt gondolom, hogy bár ugye mi mégiscsak elsősorban komoly zenével foglalkozunk, de hát legyen ez egy színfolt a mi életünkben is. Most elmondom, eljátszom, és tudom, hogy holnapra megvárom. Június 25-én a Csekovszki Gyűjtemény kiállítóházának külső és belső terei egyaránt megteltek. A közönség tárlatvezetéseken és előadásokon keresztül tekinthette meg Csekovszky Árpád keramikus, szobrász, Munkácsi díjas és érdemes művész művészeti hagyatékát, melyet Albrecht Júlia képzőművész mutatott be. Általában igyekszem először a felvezetőből egy általános ismertetést, mert nem lehet tudni, hogy ki az, aki már jobban ismeri, vagy először jár itt. És mostanában az özvegy a Csekovszkiné kérésére a hangsúlyt általában inkább a murális munkákra, azaz a köztéri munkáira helyezzük, mert nagyon sokáig nem sok szó esett ezekről, és kitűnő remek művek. Itt persze az ahhoz készült vázlatok és gondolatfoszlányok, kísérletek láthatók, amik önállóan is megállják a helyüket, mint műtárgyak, de hát én tiszteletbe tartom ezt az igényt, hogy elsősorban a murális, monumentális munkákról legyen szó, de hát mindig végignézzük ugye a kiállítóházat, és hát itt elsősorban az autonóm kis plasztikák láthatóak, és ennek az értelmezéséről szoktam beszélni, hogy milyen művészettörténeti motivációja, indítása volt a mesternek, hogy honnan ihelt, hogy ilyen csúnya szóval éljek, tehát honnan merítette a gondolatokat, de teljesen átszűrve a saját személyiségén. És hogy a sok oldalúságára szeretek mindig rámutatni, hogy kitűnő grafikus volt, remekül rajzolt, és festőművésznek is nagyon nagyszerű volt, de azért amiről igazán híres, és a szakma nyilván tartja, az a szobrászat, a kerámia szobrászat. Ami viszont érdekesség, és ezzel szoktam indítani, hogy különbséget kell tenni a képzőművészet és az iparművészet között. Csekovszky Árpád nem volt iparművész, ő az autonóm képzőművészeti igényű kerámiákat készítette. A murális munkák az alkalmazott művészet sorába tartoznak, tehát ott iparművész volt, de ott is olyan magas szinten, hogy megfelel a képzőművészeti gondolatiságnak a munkája.
Legkevésbé a technika érdekli őket, inkább az, hogy miért, mire gondolt, amikor ezt csinálta, vagy miért volt neki érdekes annyira a lovas meg a kocsihajtó figura. Tehát ezeket általában a felvezetőbe eleve ismertetni is szoktam. Szeretem fölhívni a figyelmet az udvarra, egy nagyon hangulatos mediterrán karakterű udvar van, mint ahogy ezt ön is láthatta, és hát ott vannak elsősorban a murális munkákhoz készített vázlatai, és hát itt bent pedig a kisebb léptékű plasztikái. Általában mindent, amit látható, igyekszek megmutatni, de hát mindenkinek más az, amire rá tud kattanni, hogy úgy mondjam, affinitást érez. A gyerekek természetesen az állatfigurákért rajonganak, a felnőttek inkább a lovasokat figyelik meg, aki pedig a világnézet miatt kötődik, akkor az megnézi a szakrális jellegű munkáit, és ott tesz föl kérdéseket, szóval változó. A szoborkertben különböző koncerteken vehettek részt a megjelentek, egyebek mellett Kalausz Attila akusztikus előadásán. Csekovszki Árpádné, a Csekovszki Árpád Művészeti Alapítvány elnöke hangsúlyozta, idén is sikeres volt a rendezvény, hiszen ezúttal is szép számmal érkeztek látogatók. Ez a kerületben egy nagyon fontos dolog, hogy megmozduljanak az emberek, és eljönjenek a kiállítóházba. És így a gyerekek és felnőttek is, mindenki szívesen jön, és a végén tűzsonglőr van, ugye, mert a Szent Ivánénak az emlékére van tulajdonképpen a múzeumok éjszakája, és már rég csatlakoztunk ehhez, és akkor is először gyerekműsor volt így az esti órákban, bábozás, és valahogy ez megmaradt nálunk végig, ez a tematika, és ez a műsorrend, mert úgy vettük észre, hogy az emberek nagyon szeretik. És nagy sikere van tényleg mindig, de hát ugye a pandémia kicsit megrongálta, vagy hát megcibálta ezt a hagyományt, és hát tavaly volt újra először, de hát rengetegen jöttek, látszott, hogy hiányzik az embereknek a közösség, a szórakozás, hogy megtalálkozzon másokkal is, beszélgessen, úgyhogy feltétlen most is, bár idén elég nehéz volt megszervezni, mert most sok helyen csinálnak még több helyen, és ugye az előadók el vannak foglalva, úgyhogy valaki visszamondta, máshova ment, úgyhogy elég nehezen, február óta szervezzük, és elég nehezen jött össze, de hála Istennek a Csekovszki Művelődési Ház nagyon segít ebben bennünket. Nem bízol senkiben, nem vagy egyedül sosem. Késő este az Erdős Örönéházban a zenés programoké volt a főszerep, egymást váltották a színpadon az előadók, a jó hangulatról többek között Mennyhárt Jenő és Víg Mihály gondoskodott, akik a 80-as évek alternatív rock zenéinek dallamait hozták el Rákosmentére. Többnyire Balaton volt Európa kiadó, a Trabantszám. Van egy repertoárunk, ami nagyjából ezekre egy-két neurotik szám, így a 80-as évek zenekarainak számai főleg. Másfeledik alkalommal lépünk így föl együtt, mert pár évvel ezelőtt lett volna egy olyan alkalom, hogy ketten játszunk Víg Mihály kollégámmal, akivel duóba szoktunk játszani, de ő valamiért nem ért rá, és akkor az lett a döntés, hogy jó, akkor jöjjek el egyedül. Az ugyanígy múzeumok éjszakája volt, akkor eljöttem egyedül, és egy egyszemélyes show-t játszottam, akkor most viszont újra felkértek, és Mihály is el tudott jönni, így hát most tulajdonképpen így igazából a duóban először játszottunk. De én itt maradok, nem megyek. Nézem a tévébe az ükröket, itthon maradok. Játszottunk együtt sokat. Én játszottam a Balatonba, a Miska játszott az Európa kiadóba, játszottunk közösen a Trabantba. Tehát ismerjük ezt egymás számait, egymás dolgait, meg egymást is, úgyhogy így duóba könnyű játszani. Időnként próbálunk, aztán koncertezünk. A kiállítóház évek óta csatlakozik az országos kezdeményezéshez, hiszen mint azt Ádám Ferenc intézményvezető elmondta, így lehetőséget kapnak arra, hogy a későbbiekben akár egyéb tárlatok kapcsán is minél inkább bekerülhessenek a köztudatba.
Amikor 2005 környékén kezdtük ezt a dolgot, körülbelül akkor, amikor elindult ez a Múzeumok Éjszakája programsorozat. Miért tartjuk fontosnak? Minél szélesebb közönség előtt meg akarunk mutatkozni, minél több emberrel találkozni mi is, akik aztán később más kiállításainkra is eljönnek. Ez az alkalom, ez nagyon alkalmas arra, hogy megszólítsuk az embereket. Milyen programokkal várták a mai nap folyamán az érdeklődőket, és milyen szempontok alapján állítják ezt össze minden évben? Minden évben próbálunk egy kicsit a komoly, magas művészetből valamit megmutatni. Most Szőlősi Nagy András és Nemes Judit gyűjteményének, fotógyűjteményének a bemutatásával szerintem csúcsot állítottunk be, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, de ilyen, hogy az Erdős René házban tényleg világhírű művészek alkotásait lehet látni, ilyen azért nálunk sem mindig fordul elő. Nagyon örvendetes volt, hogy hányan jöttek el a megnyitóra. Egyébként az egész mai napra ez vonatkozik, hogy örvendetesen sokan jönnek el, és ez már nem is azért van, mert annyira hirdetjük például a dolgot, hanem szerencsére azt mondhatom, hogy megszokták az emberek ezt a programsorozatot. Minden alkalommal csinálunk gyermekprogramot is. Jelenleg mai nap Jós Tamásnak volt egy hangszer simogató nevezetű zenés játszóházas programja, de kolléganőm kézműves foglalkozásokkal is várja a gyerkőcöket. És így már a programok végéhez közeledve említette, hogy szép számmal részt vesznek a mai napon itt az érdeklődők. Milyen visszajelzések érkeznek a látogatóktól? Erre mindig örömmel emlékeznek az emberek. Olyan visszajelzések is érkeznek többek között, hogy visszatérő vendégekkel találkozunk itt a Múzeumok Éjszakáján, és olyan visszatérő vendégekkel, akik például a magyar művészeti életben rendszeresen szerepelnek valahol, és minket választanak ezen az estén. Erre nagyon büszkék vagyunk. Az Erdős René házban a Múzeumok Éjszakája a Kantodram együttes előadásával ért véget. A Csekovszki gyűjtemény kiállítóháza által kínált programok sorát pedig egy látványos tűzzsonglőr előadás zárta, azonban a szervezők ezúttal egy új helyszínre várták az érdeklődőket, ugyanis a produkciót a Hősök terén található első világháborús emlékműnél mutatták be a jelenlévőknek. Így telt a Múzeumok Éjszakája a 17. kerületben, ezzel pedig műsorunk végéhez értünk. A Rákosmente Televízió kulturális magazin műsorát, a Kaleidoszkópot látták. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!